Hát ugye ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy így egy hosszas petting és előjáték után ezért másfél órában mégiscsak megérkeztünk a szexhez, aminek azért van némi összefüggése a gyerekvállalással, úgyhogy most bele is lehet vágni ebbe, hogy, hogy mit gondolunk a szexről, meg mit gondolunk a gyerekekről. És persze a legelterjedtebb fogalom ez a szexuális felvilágosítás, de hogy mi az alapítványnál kifejezetten kerüljük ezt a érzés, mert hogy ez azt sugallja, hogy valami sötétből a világosságba el kell vezetni a gyerekeket, miközben a gyerekek már óvodáskoruktól kezdve pontosan tudják, hogy hogyan születik a gyerek, csak nem biztos, hogy jól tudják, hogy éppen úgy születik, hogy tolják őket, vagy érkezik, vagy a gólya, vagy a madarak, vagy a, vagy a virágok, mert hogy persze a felnőttek a saját kényelmetlenségüket, amiben a szexről kellene beszélni, úgy oldják meg, hogy elviccelik, vagy mindenféle külső elemeket és játékokat, a virágokat, méhecskéket a rendszerbe. Úgyhogy nem könnyű a gyerekeknek, hogy a szexről bármit is gondoljanak, amihez nagyon fontos hozzátenni azt, hogy ma Magyarországon a beleegyezéses szexuális kapcsolat alsó korhatára az 12 év. Tehát egy 12 éves gyerek már szexelhet egy autóban, amit egyébként nem vezethet 17 éves koráig. 14 éves korában már bárkivel ágyba bújhat, miközben egy kaparósós ügyet nem vásárolhat 18 éves koráig, mert azt ugye tiltja a törvény. Ha úgy gondolja, akár 16 évesen már házasságot köthet, de az esküvőjén nem ihat meg egy pohár alkoholt, mert hogy azt szintén tiltják a szabályok. Tehát hogy nagyon izgalmas, hogy miközben az egyik oldalon nagyon hamar azt gondoljuk, hogy a gyerekek érettek arra, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek, a másik oldalon mégiscsak az a helyzet, hogy próbáljuk őket távol tartani ezektől az információktól, mert hogy ez a szexuális felvilágosítás, ami az előző előadásban is elhangzott, nem igazán létezik az iskolákban, vagy hiányzik, vagy végtelenül traumatizáló. Ennek alapvetően az az oka, hogy Magyarországon mind a mai napig ötvöződik a szexualitás tabusítása, és ez van fölfogva egyfajta programként. Másrészt pedig az abszinencia a legelfogadottabb, vagy a legelterjedtebb szexuális felvilágosítási technika, ami kimerül abban, hogy ne szexelj. És ezt vagy tartsd a házasságig, vagy, vagy hát lehetőség szerint minél tovább. Ezt azonban tudjuk, hogy nincs így. 2016-ban 10 000 lánygyerek esett teherbe, akik közül 6 000 megszülte a gyerekét, de 4 000 az abortusz mellett döntött. És bármelyiket vesszük is számba ezekben a helyzetekben, ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések. Egy gyerekjogi szempontból is nehéz, mert hogy általában 3 gyerek érintett ebben az ügyben, az apa, az anya, meg a magzat, és nagyon nehéz ezekben a helyzetekben jól koordinálni azt, hogy valójában mi is annak a gyereknek az érdeke, aki terhes lesz, hogyan lehetett volna ezt megelőzni, mit lehet kezdeni ezekben a helyzetekben. Ugye Magyarországon nincs jogi abortusz, tehát az, hogy az apa bármilyen módon beleszóljon abba, hogy ebben a magzattal mi fog történni, ez ugye se gyerekkorban, se később nem fordul, vagy nem is fordulhat elő. Azért, mert a szexualitás az egy végtelenül komplex történet, és azért, mert valójában nem egy pillanatról van szó, amikor valamit meg kell értetni a gyerekekkel, ezért mi valójában egy nemi nevelést és egy szexuális edukációt propagálnánk, ami alapvetően arról szól, hogy nulla időponttól kezdve, ahogy egy gyerek megszületik, az, ahogy én az ő testéhez viszonyulok, hogy megütöm-e vagy sem, hogy tiszteletben tartom-e a testének a korlátait, hogyha ő húz egy határt, akkor én azt mondom, hogy oké, hogyha a gyerek mer nemet mondani nekem szülőként vagy felnőttként, az a gyerek fog tudni majd 14 évesen nemet mondani annak, aki bele akar nyúlni a bugyjába, meg persze nemet mondani a drogra, meg minden egyébre, de ő lesz az, aki nem gondolja majd azt, hogy a szüzessége az egy ajándék, amit bárkinek oda kéne adni, hanem ő lesz az, aki a saját testével kapcsolatban tudatos döntéseket fog tudni hozni. De a szexuális edukáció az nem csak egy egészséges testképet jelent, egy saját testemhez való viszonyulást, hanem jelenti azt, hogy tudom, hogy ki vagyok én, és van egy olyan fajta érzelmi biztonságom, amiben különbséget tudok tenni szex, szexualitás, intimitás, erotika, pornográfia, barátság, és még meg annyi fogalom között, ami ma Magyarországon abszolút összemosódik. Tehát a gyerekek olyan kérdéseket tesznek föl nekünk, hogyha már kétszer lefeküdtem bele, akkor ez most azt jelenti, hogy járunk, vagy hogyan tudom kimutatni felé a szeretetemet mondjuk a nyári tábor végén. Azt kéri, hogy adja a bizonyítékot, akkor persze le kell vele feküdnöm, ugye? Tehát összemosódik a testiség és a szex,
azzal, amit egyébként a gyerekek megélnek, vagy megélnének, ami sokkal inkább az intimitás, és sokkal inkább valami fajta mélyebb szeretett nyelv felé mutatna, csak úgy soha senki nem mondja nekik, hogy ezek nem ugyanazok, és attól, hogy a tabusítás jelenik meg alapvetően a családokban is, és a kortárs közösségekben is, nincs viszonyítási alapjuk, és nem igazán tudják ezeket a fajta hiányokat valahogy föltölteni. A harmadik része a szexuális edukációnak, az a párkapcsolatokról alkotott kép, hogy mit gondolok, hogy mit szeretnék a partneremtől, milyen elvárásaim vannak, milyen szükségleteim vannak, kihez hogyan tudok kapcsolódni, mennyire fér bele nekem például az erőszak egy párkapcsolatban, azt gondolom-e, hogy az rendben lévő, úgy valaki megüti a másikat, mert még otthon is ezt láttam, vagy más hasonló kérdések, és csak a negyedik eleme a szexuális edukációnak maga a szex. A mit, hogyan csináljunk, mit hova rakjunk, mi történjen, miközben, hogyha a gyerekeket megkérdezzük arról, hogy ők mit gondolnak a szexről, akkor az első öt zsigeri reakció között nincs ott az, hogy a szex az egy örömszerzési formám. Azt mondják a gyerekek, hogy félek a terhességtől, nem tudom, hogy akadályozzam meg, mi van a nemi úton terjedő betegségekkel, mi van az éjszel, mi van avval, hogyha nem elég nagy farka, mi van avval, hogyha nem elég pucér a puncim, és a többi, de nem merül fel az, a szex az alapvetően egy örömforrás. Mi abban hiszünk, hogyha a szexuális edukáció jól működik, akkor elérhető az, hogy a gyerek tudatos döntést hoz arról, hogy igen-e vagy sem, és hogy ez a 10 000-es tínédzser terhesség száma, amivel abszolút Európa élmezőnyébe tartozunk negatív értelemben véve, az valamilyen módon változhat, és leginkább eltolódhat egy tudatos és felelős döntés felé, ami alapvetően azt jelenti, hogy a nap végén feltétlenül több olyan gyerek fog születni, akik boldog szülők akartak és vártak erre a világra. Köszönöm. Köszönöm. Az a kérdés fogalmazódott meg, hogy ugye amit említettél, hogy ha egy gyereket úgy nevelünk, hogy tud nemet mondani, az azért később eléggé hasznos lehet. Jó, de mi lehet hatékony szexedukációs forma? Mert ugye mondjuk én például emlékszem gimnáziumra, amikor azt mondta a pár évvel idősebb biológia tanár, hogy fáj a feje, amikor ehhez a témához értünk. Ez nyilván nem egy hatékony szexedukációs forma. De mi lenne az? Mert nem gondolom, hogy a 10 évvel idősebb vagy a 15 évvel idősebb tanárok tudnak, vagy lehet, hogy tudnak olyan helyzetet teremteni, erről lehet beszélni, vagy a szülő lehet, hogy tud, de lehet, hogy nem tud. Szóval hogy kell a 10 évesekkel beszélni? Hát erre azt tudom neked mondani, hogy mindenki ad szexuális edukációt a gyerekének, szülőként, csak nincs ezzel tisztában. Tehát, hogy mesztelenkedsz a gyerek előtt, mit teszel fel arra a kérdésre válaszként, hogy mit válaszolsz neki, amikor véletlenül rátok nyitja az ajtót, amikor szexeltek a hálószobában, mit teszel, vagy mit mondasz neki arra a kérdésre, hogy hogyan születtem, vagy hogy lett. Jó, ez az elejtő. De amikor direktebb kérdések jönnek, akkor hogy? Mert ugye ti egy oldalt csináltok, egy applikációt csináltok. Igen. Ez működik, ez eléri, ezt letöltik, ezt használják? Névtelenül fölteszem a kérdést? Vagy nem névtelenül is fölteszem, ha ismeretlen válaszol? Az online felületek nagyon fontosak, mert hogy ezek jelenleg Magyarországon a legdemokratikusabbak. Az iskolákban nagyon nehéz bevinni a minőségi szexuális edukációt. Persze az lenne az optimális, hogyha ez egy bizalmi alapon alakuló személyközi történet lenne, de hogyha erre nincsen mód, akkor az online térben kell jelen lenni, hiszen a gyerekek maguk is azt mondják, hogy a hiányzó információjukat a gyakorikérdések.hu-ról és más online felületekre töltik le, ahol messze van vezet világtalan, tehát hogy ehhez képest valami fajta minőségi alternatívát nyújtani, az mindenképpen fontos, hogy ebben hiszünk, azt is látjuk, hogy jól működik az oldal. Tehát ugye ez a Yellon nevezetű program, hogy egy kicsit áruljam a szajdét is, tehát hogy ez egy olyan program, ami nagyon fontos, és nem véletlenül egészül ki a gyerekeknek szóló felület, egy felnőtteknek szóló felülettel, mert hogy az, amit a szülők elplántálnak egy gyerekbe, az lesz nagyon-nagyon sok ponton a meghatározó. Köszönjük szépen!